Ahogy az előző hétvégén, most szombaton is tömegek vonultak az utcára Franciaország több városában, tiltakozva az új biztonsági törvénytervezet ellen, ami nem engedi mutatni az intézkedő rendőrök arcát a médiában. A tiltakozók szerint ez egyrészt a sajtószabadság csorbítása, másrészt elveszi a nyilvánosság kontrollját a rendőri erőszakkal szemben. Franciaországban több rendőri intézkedés éles kritikát váltott ki országos szinten. Az aktivisták és a bevándorlókkal szembeni párizsi fellépés után a fekete bőrű zenei producer brutális megverésekkel tett nemzeti szintű botrányt. Ha nem készültek volna felvételek, nem lehetne bizonyítani a rendőri túlkapásokat, állítják a törvénytervezet ellen tiltakozók. A botrány hatására Jean Castex miniszterelnök csütörtök este jelezte, hogy létrejön egy független bizottság a vitatott jogszabály újraírására. Ez ellen viszont a törvényhozók tiltakoznak, mert szerintük a végrehajtó hatalom a parlament hatásköreibe kíván beavatkozni.